amikor eljöttem, hogy anyukám, olyan rövid a szoknyám, hogy az kész vicc. Mondom, apukám, nem tudod, hogy a legrövidebb viccek a legjobbak? Na most itt apropóból megkérdezem, mit csinálsz, Attila? Ilyen, ha kivágom a biztosítékot. Jól tetszenek érezni magukat, remélem. Jó lesz a hangulat, nagyon szép magyar nóták, szép hölgyek, urak következnek. Tehát mi a különbség a miniszoknya és a statisztika között? Semmi. Mind a kettő sok mindent megmutat, de a lényeget elrejti. Na, megyünk tovább. Akármennyire tetszenek tapsolni, ismétlés nincs, a főnök asszony megtiltotta. Tehát sietünk, mert még utána bál is lesz, és megtaláljuk az igazit, majd erről is mesélek. Tehát ifja Horváth Sándor primás úr vezetésével következik kis Margó művésznő, fogadják nagy szeretettel, utána meleg mikroforváltással következik Barsi Károly.